Nem lehetett nem észrevenni, a Szekszárd FC-ben tavaly új játékosként érkező Megyeri Boglárka stabil, olykor szép technikai megoldásokat is bemutató játékát a válogatott keret összeállítójának, az új szövetségi kapitánynak, Dombó Jánosnak sem. A nagypályás válogatottsági korábban eljutó játékos átállt időközben a futzára, és itt sem akarta alább adni a válogatottságnál. Ami késik, nem múlik, a meghívó a második körben már megérkezett, s a nemzeti futballválogatott ibériai túráján már be is mutatkozott Megyeri Boglárka a futzál válogatottban. Másik két tolnai társa, a már korábban általunk is bemutatott Gancser Hajnalka és a kapuvédő Hargas Anna Mária mellett. Az volt a célom, hogy minél tovább válogatott lehessek. Az ideigazolásomnak is nagy mozgatórugója volt ez, úgyhogy mindenféleképpen én szeretnék a jövőbe is tehát építkezni benne. Kicsit irigykedem is a fiatalokra, mert nagyon sok fiatalnak nagyon jó lehetőséget adnak, amit én annak idején nem kaptam meg. Úgyhogy itt minden adott ahhoz, hogy kiváló sportolók, futszálosok legyenek a lányok. Nem bánja, hogy a világ legjobb csapataival találta szembe magát mindjárt a futzálos bemutatkozáson, és ezeket a meccseket 5-6 góllal alárendelt szerepet betöltve vesztették el. Én nem bánom, hogy ilyen csapatok ellen játszunk, mert tényleg annak nincs értelme, hogy játszunk egy gyengébb csapat ellen. Ott látjuk, hogy miben van még lemaradásunk, miben van még fejlődésünk. Én abszolút támogatom ezeket a meccseket. Inkább ilyen meccseket játszunk, vértizzadósat, mint egy könnyűt, és akkor magunkat megveregetjük, hogy hurrá nyertünk. Szerencsére hasonlóan a szekszárdi UFC-ben betöltött szerepéhez a hátsó stabilitást adó és onnan építő irányítót játszik, akitől egyébként a befejezéseknél akár gólokat is várnak. Ugyanúgy hátulról építkezem a válogatottba is, úgyhogy igazából nincs újdonság. De bárhol játszom szívesen. A válogatott után arról kérdeztük Megyeri Boglárkát, összejöhet-e a hűn óhajtott bajnoki cím neki és a Szekszárdnak is. Rajtuk kívül még legalább két csapat ugyanannyira esélyes, és ha azt vesszük, hogy az élmezőnyben legalább egy van, aki bárki ellen bármikor egy meccsen, majd a rájátszásban győzelemre is esélyes, akkor bizony egyel több a riválisok száma a bajnoki cím szempontjából. Én látom benne a lehetőséget, minden nap ezért dolgozunk, és én megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretném ezt a bajnoki címet. Nagyon sokat kell érte dolgozni, még csak most jön a java, úgyhogy mindent bele kell adni a lányoknak. A példamutatásban kik is járhatnának élen, mint a kulcsemberek, a válogatott játékosok, például Megyeri Boglárka.